Szép. Na még egyet. Figyelj. Elé fog. Áh. Ez bemegy. Fogadj. Mondtam. Én megyek ki. Ja, igen. Tudom. Beszállhatok én is játszani? Hogy mit? Mondd meg egyszer. Játszani én is beszállhatnék? Ne. Ezt a szót biztos nem hallottad még, de van nekünk épp elég gondunk nélküled, és nem még, hogy tanítgassunk egy olyant, aki... Úgy ha... doba, ahogyan dobott. Hagyjuk is. Tudod, mi lehetsz? Tudod, mi lehetsz maximum? Labdaszedő. Hozzad. Nem értem. Mi rosszat tehettem nekik? Nem csináltam semmit. Csak játszani akartam velük. Miért bántanak? Jaj, de plek. Karma. Pontosan. Hé, szia. Szia. Miért szomorkodsz? Úgyse érted meg. Próbáld meg elmesélni, hát ha sikerül. Jó van. Szerinted jó dolog az, hogyha az ember csak barátkozni meg játszani akar, és erre elküldik? Nem, egyáltalán nem helyes. De gyere, sétáljunk egyet és beszélgessünk, hát ha jobb kedvre derít. Jó van. Hát hallod, haver, tegnap voltam egy nagyon jó buliba, kár, hogy nem voltál ott. Hát kár. Hallod, azok nem jól is. De szerintem is, meg a kosaras fiú. Eléggé szomorúnak tűnik. Meglát, hogy túlságosan elhamarkodottan döntöttünk. Hát mostanában jellemző ránk. Sziasztok! Szia! Szia, kosaras fiú! Pontosabban mi is a neved? Ervin. Ervin, szeretnénk bocsánatot kérni. Elég rosszul bántunk veled, pedig nem tettél ellenünk semmit. Csak kosarazni akartál velünk, de ha akarod, akkor megtaníthatunk pár dologra, hogyha. Ha szeretnéd. Beszállhatok én is? Hát persze. Gyertek. Ha jelzed most az a rész, hogy... Fogulom. Menjünk, menjünk, menjünk. Jó, ti így. Jössz be az Ervinnek. Jó, igen, és? Meg kell fogni a labdát. Ha kijön, akkor meg kell fogni, és be kell dobni, és akkor állítasz ki minket. Jó, oké. Ilyenkor mehetsz érte. Ja, oké. Okay. Egy se fog. Most menjünk oda? Szervusz! Hello! Te új vagy erre fele. Rég láttunk. Igen, most költöztem vissza. Hon is voltál? Hát, Parizsról jöttem ide. És ott ahogy bántak veled? Hát... Így az emberek? Hát, eléggé rosszul. Miért? Sok lányt utazasített. Miért? Csöndes voltál, vagy? Igen. Az öltözködési stílusom nem tetszett. Figyelj végül is.
nem követed azt, ami szerintük normális, ez így. Érted? Te erre mit gondolsz? Azt gondolom, hogy nem tudom, mit gondolok, de azt tudom, mit gondolom. Szóval ez nem tudok hozzászólni, az a baj. De hogy a téma az... Tehát te nem voltál kiközösítve. De ki voltam közösítve, csak engem nem ilyenekkel csesztettek. Hanem engem csak is spontán. Jó, most akinek éppen viszketessége van, az most nem tud mit tennie. Igen, szóval engem spontán közösítettek ki, nem azért, mert csöndes voltam, nem azért, mert az öltözködésem. Még amikor olyanuk volt. Hányan vagytok most így az osztályban? 12-en. És mindegyikük kiközösített? Hát, igen, mert volt egy lány, aki mondta neki, hogy közösítsenek ki. Hát, egy gazdag. Tökéletes reakció. Gazdag. Igen, gazdag. Hát arra bárki ukarom, hogyha azt mondaná, hogy olyan kutból ők csak megkérdezik, hogy milyen mélyre. Meg mennyit fizetsz érte? Most ennyit, annyit bírsz enni, hogy tűröd. Majd próbálkozol valamely, valamit így beszélgetni. Azt ne. Miért ne? Úgy elkezdett téged utána szétszedni, mintha öt lenne. Az egy ember öt csesztetésével ér fel. É? Hogyha meg nem szól az osztályfőnök, akkor kinek szóljon ugyan? Hát valamilyen tanárnak. Akkor nagyjából ugyanannyit ér, mint hogyha az osztályfőnek megszólna. Akkor az anyjának. De ugyanazt történne akkor is. Nem az kell, hogy a tanárnak szólsz, hanem lehet, neked kell megbeszélni velük, hogy most miért van ez, meg nem ezek. Meg azt veszed észre, hogy nem igazán akarnak barátkozni, akkor meg tojd le is annyit. Lájkolj! Oszd meg! És iratkozz fel! Milyen volt a palacsinka? Hát jó, de jobban szeretem, amikor a mama csinálja. Mennyivel volt másabb? Hát, a mamája jobban fahéjas, anyája viszont nem. Meg azt hittem, hogy puhább. Menjünk, vagy... Túl süpi, meg ilyesmi. Ez itt a Sókimondók. Mai témánk a kiközösítés. Hogyan közösítenek ki egy gyermeket, vagy egy fiatalt az iskolában, vagy az osztályban, és ez miért történik meg, és a kérdés az, hogy hogyan tudunk rajta segíteni. Mai témánk erről fog szólni. Úgy gondoltam, hogy jó ötlet eljönni. Ide egy idősebbet megkérdezni. Nektek véleményetek erről? Jó, hogy elhívtál, engemet is érdekelt egy idősebb véleménye erről a témáról. Na, szerintem is. Szerintem erről a témáról lehet valakiről beszélgetni, minden jó, hogy idősebb vagy fiatalabb, de tényleg idősebbnek több élettapasztalata van ezen témában. Mit lehet tenni egy ilyen helyzetben? Két helyes megoldás van erre a válaszra. Az egyik, hogy a zaklatott gyermek felkeresi az osztályfőnökét, tanárát vagy pedagógust az iskolában, és elmondja a problémáját, hogy zaklatják. A másik lehetőség pedig az, ha bizalma van a szüleiben, hogy a szüleivel beszélget odahaza. Mind a kettő nagyon fontos, mert ha a zaklatott nem beszélget el egy szakemberrel vagy a szüleivel, akkor az később nagyon súlyos konfliktusba is alakulhat az ő lelkében, és ezt magával hordozhassa egész életén át. Hogyan tudunk segíteni a kiközösítetteknek? Sajnos a megoldás erre a kérdésre nagyon nehéz, ugyanakkor összetett is, de könnyű is. Hogyan tudunk segíteni nekik?
segíteni tudna az osztály elsősorban. De sajnos az osztály is ebben a helyzetben együttműködik a kiközösítővel, mert ők is attól félnek, hogy őket is ki fogja közösíteni az a személy, aki ilyen durván belelépett egy másik embernek a lelki világába. Talán úgy tudnánk segíteni, hogy leülünk vele beszélgetni, vigasztalni tudjuk, vagy talán vele együtt elmegyünk a pedagógushoz, és közösen beszélgetni a pedagógussal, hogy tudjunk rajta segíteni. Talán ez volna a legjobb megoldás. Mit gondolsz, megközösíti ki társaikat? Több oka is lehet, ha valakit kiközösítenek az osztályban. Vagy azért, mert nagyon jó tanuló, vagy éppen azért, mert nem tanul, vagy gyengébben tanul. Van azért, mert jó sportoló, eredményeket ér el. Vagy esetleg azért, mert nem tud eredményeket elérni, vagy gyengén sportol. Van akit azért, mert márkás ruhákat hord, márkás cipőket hord. Vagy éppen azért, mert a szüleinek nincs hozzá anyagilag, hogy megvegye ezeket a márkás cipőket, és ezért gúnyolják az osztályban. Milyen következményei vannak akkor, hogyha már valakit kiközösítettek? Nagyon súlyos következményei lehetnek testileg is, lelkileg is. Fizikailag a következők a jelek. Elsősorban elzárkózik az osztálytársaitól, elzárkózik a tanártól, elzárkózik a szüleitől. Ez az első. Van ettől egy sokkal durvább jelenség, amikor agresszívá válik azért, mert zaklatják. És a harag, ami benne van, az kitör belőle. És olyan személyeket fog bántani, akiket nem akar, vagy akik gyengébbek tőle. Iskolában vagy órán csak akkor válaszol, amikor a tanár vagy a tanárnő kérdezi. Nem érzi jól magát a barátai közt, nem érzi jól magát az osztályban, és menekül az osztálytársaitól. Nincs kedve társaságban lenni, nincs kedve egyáltalán beszélgetni. Tehát a következményei lehetnek, hogy elzárkózik a kiközösített fiatal. Elzárkózik az osztálytársaitól, elzárkózik a barátaitól, sőt gyakran a szüleitől is. Nem kér szaktanácsadást, nem mondja el a szüleinek, és ettől mélyebbre süllyed lelkileg ebben a helyzetben. A másik, ha nem volt agresszív, akkor agresszívvá válik. Azaz magától gyengébb társait elkezdi terrorizálni, ugyanúgy, ahogyan őt is. A harmadik csak akkor válaszol órán, illetve az iskolában, amikor a tanár vagy a tanárnő kérdezi. Nincs kedve társalogni, nincs kedve barátkozni barátaival, teljes egészében elzárkózik. Új viselkedési formákat vesz fel, amit eddig nem használt. Például az elzárkózás, ami már említve volt, az agresszivitás, a hallgatás, az, hogy fél vagy retteg elmenni az iskolában, az, hogy bizalmatlan a barátaival, és ehhez hasonlók. Lájkolj! Oszd meg! És iratkozz fel!